hiszen nagyon magas a C-vitamin tartalma, illetve a rost tartalma is, és a C-vitamin nagyobb, illetve fogyni is lehet tőle. Húzták a sült vagy főttök, a napi A-vitamin szükségletnek a dupláját tartalmazza. Az A-vitamin felelős a fiatalos bőrért, illetve a látásért felelős vitamin, úgyhogy tehát ezért is előnyös fogyasztani. A tök ebben az őszi időszakban egy nagyon elterjedt növény, ez nem véletlen, hiszen nagyon magas a C-vitamin tartalma, ami ilyen megfázós időszakban rendkívül jó és ajánlott is fogyasztani, illetve magas a rost tartalma, ezért tápláló, és kevés szénhidrátot tartalmaz, ami különböző fogyókúrákhoz, illetve diétákhoz lehet használni ezt a tököt. Lehet kreatívan használni, édestől a sósig, mennyire lehet elmenni az ízek között? Teljesen lehet sütni a tököt sózva, különböző fűszerekkel, például kakukkfűvel, rozmaringgal ízesítve, illetve lehet mézet rácsolgatni sütés előtt, illetve cukorral meghinteni, ha esetleg nem elég édes a tök. A mai napon háromféle fogást fogunk készíteni. Az első az egy sütőtökrémleves tökmaggal és tökmagolajjal, a második egy sütőtökös risotto kasamellel, a harmadik pedig egy sütőtök keksz, sütőtökös keksz, amit elkészítettünk a sütő hiánya miatt. Ennek nagyon egyszerű a receptje, lesz fénymásolva, csak össze kell mindent keverni, 150 fokon 20-25 perc alatt kész a sütni. Fél kilóhoz 100 g majat fogunk használni. Mik most a legfelkapottabb tökös ételek? Ugye én az előbb említettem, kicsit szegényesek az ismereteim, nekem a tök főzelék és az őszi sült sütőtök ugrott be. Ezzel szemben azt gondolom, hogy azért sokkal szélesebb a szortiment. Igen, szélesebb. Lehet készíteni ugye a sütőtökből is különböző, tehát sütés után is lehet készíteni például egy levest a sütőtökből. Ezt úgy készítjük, hogy egyszerűen megsütjük a tököt, bármilyen fűszert tehetünk rá, akár rozmaringot, ilyesmit, de sima cukorral is, és föltesszük vízbe főni ezt a tököt, illetve előtte megdínszteljük egy kicsit olívaolajon, és igazából ízesítjük tejszínnel, cukor, só, bármivel. Nálunk egy másik fajta tökleves fogunk készíteni. Itt nem sültökből, hanem nyers tököt fogunk megfőzni, és így lesz a leves. Addig kell pirítani a rizst, amíg a széle áttetsző lesz, és a belső pedig fehér. Ezt meg is lehet nézni útközben, ha esetleg látjuk, de már lassan jó lesz. Meg gond van azért, mert igen. Persze, igen. Ez lassan ennyire kell fölni. Másfél lesz a portolni hozzá önteni, ez az első lesz. Azt mondja, hogy A bornak az íz kell hozzá, úgyhogy ettől lesz tökéletes. Mennyire nehezen használható alapanyag? Könnyen használható. A hasznos házi praktikákat bemutató programra annak a pályázatnak a részeként került sor, amit a város programok szervezésére nyert el 2 éves időtartamra. Mindig szeretnénk egy kicsit aktuálisak lenni az adott hónaphoz. A múltkori alkalommal 18-an jöttek, én nagyon örültem ennek a létszámnak, de ami a mostanival kapcsolatos és nagyon pozitív, hogy egészen fiatal generáció is eljött, tehát 30 alattiak is vannak, és ez mindenképpen egy nagyon jó irány, hogyha fiataloknak át tudjuk ezeket a tudást adni, amit itt fogunk hallani a mai napon. A magyar embereknek az egészségi állapota szerintem úgy működik, hogy azokat kellene fogyasztanunk, ami ezen a földön terem. Tehát annak van a legjobb rezgése, annak van magas vitamintartalma, vitaminértéke, és most, mivel a tök érik, ez nagyon különleges dolog, hogy sültökből is sokféle lehet elkészíteni. Én egy sütőtökös kekszet hoztam most kínálónak. A házi praktikákat bemutató rendezvénysorozatnak még több állomáson ezt tolnának következő időszakban. Mindig valami más fog történni, mindig valami újdonság, és legközelebb alkalom
alkalommal pedig olyat fogunk, hogy mártogatósok és kenyérre kenhető pástétomok, aztán saláták, aztán jön a karácsony, akkor karácsonyi aktualitásokat mutatunk be, akár terítési szokásokat, újdonságokat és praktikákat. Én imádok főzni is, meg enni is, meg sütni is. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat számít, és láttam olyan családokat széthullani, ahol nem folytatták ezt, hogy leülni együtt és beszélgetni, és a gyerekeket is, akkor én nem hiszem azt, hogy az asztalnál ne lehetne beszélgetni.